Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Oraculum in annum. Egy éves jóslás 2023-ra. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes éves jóslás, mi vár rád 2023-ra, és ennek a díja 20.000 forint. Én kezdeném január hónappal, és az itt látható ebben a sorban. Itt te nagyon szorgalmas vagy, tehetséges, jó a munkád. Mások ezt figyelik, de nem kapsz elismerést. Úgy bánnak veled, mintha te egy diák lennél. De vedd kezedbe ezt a botot, legyen meg ez a büszke királyi tartás. Ne hagyd azt, hogy mások kritizáljanak téged. Ügyelj az érzelmeidre, mutasd ki a bátorságodat. Legyél te itt az uralkodó vagy az uralkodó nő. Itt valaki közeledik hozzád érzelmekkel, ezt elfogadhatod. Amit tanulsz, ezt a tornyot észrevenni, hiszen itt úgy érzed majd, hogy összeomlik valami, de ne a mélybe zuhany, hanem a felhők fele tekints, hiszen megvan ez az isteni segítség. Február hónap itt látható ebben a sorban. Itt a 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új ciklus kezdődik nálad. De itt vannak még kezdetben nehézségek, hiszen túl sok mindent cipelsz. Engedj el ezekből a botokból valamit. És az a fontos, hogy előre menjenek a dolgok, hogy meglegyen a bátorságod, hogy arra figyelj oda, ami tényleg fontos ennél az új kezdetnél. Valami vagy valaki fogva tart még téged, és te ki akarsz lépni ebből a helyzetből. Itt vannak még korlátozások, erre utal a 9-es szám. Ez olyan, mint egy kerítés, amikor úgy érzed, nem megy tovább. De át kell mászni ezen a kerítésen, hogy itt legyen végre egy új kezdet. Ez lehet egy új munkahely, egy új kapcsolat, vagy egy költözködés. Ami fontos itt ennél a képnél az anyagiak, hiszen ezek lehetnek anyagi korlátozások, de legyen meg a bizalmad, hiszen minden jól alakul, erre utalnak a csillagok, hiszen az szerencsét hoz. A csillagkép jelenthet egy spirituális területet is, lehet, hogy ez a hivatásod, és akkor javulni fog az anyagi helyzeted. Amit tanulsz, hogy itt győzelem lesz, tehát bíz magadban. Március hónap itt látható ebben a sorban. Valaki átnyújtja számodra ezt az aranyérmét. Ez lehet segítség, ami az anyagiakat illeti, vagy egy jó ajánlat, ami a munkádat, a hivatásodat illeti. Ez a kép jelentheti azt is, hogy te vedd kezedbe ezt az aranyérmét, és ügyelj az anyagiakra, vagy légy annak tudatában, hogy mennyire tehetséges vagy, hiszen te is tudsz nyújtani másoknak valamit. Sőt, itt látható, hogy mennyire szorgalmas vagy. Ez a kard jelenti a döntéseket, ami még változik márciusban, az a szerelem, hiszen itt van ez a szerelmes pár, itt is a közeledés, a kapcsolat, az érzelmek, és ez jelenti a szerencsét.
Amit tanulsz, hogy foglalt el a helyedet az életben, mutasd ki a bátorságodat, a lelkesedésedet. Április hónap itt ebben a sorban látható. Itt a 10-es szám újra egy új kezdetre utal, és itt érzelmekről van szó, vagy egy párkapcsolatról, vagy családi kapcsolatokról. Itt vannak még kihívások, de meg lesz az erőd ahhoz, hogy védd magadat. Ez a kihívás lehet egy belső feszültség is, de itt látható, hogy meg lesz a nyugalom, meg lesz ez a belső erő, és be tudod bizonyítani magadat. Itt lesz egy új kezdet, itt látható ez a könnyűség, de ez lehet egy könnyelműség is, és amit tanulsz, arra utal itt a tolvaj. Az lehet, hogy valaki el akar venni tőled valamit, vagy rabolja az idődet, az energiádat, akkor legyen meg ez az erőd ahhoz nemet mondani. Amit ez a tolvaj még el tud távolítani, ez a könnyelműség, és az azt jelenti, hogy jól gondolt át a dolgokat. Május hónap itt látható ebben a sorban. Ügyelj erre a kártyára. Itt két lehetőség van. Vagy tekintesz a mélybe, és úgy érzed, hogy elveszítesz valamit, mások megbántanak téged, szomorú vagy, azt jelenti, hogy úgy gondolod, hogy nem mennek előre a dolgok, minden olyan nehéz és fájdalmas. Viszont van egy másik irány is, ha felfele tekintesz, és látod ezt a szent képet, ott a háttérben, akkor megvan a hit, megvan a bizalom, hogy minden úgy alakul, ahogy te elképzeled. Akkor is, ha vannak még itt igazságtalanságok, ne ezekkel a dolgokkal foglalkozz, hanem fedezd fel ezt a belső kejhet, ez olyan, mint egy belső forrás, ez a te intuíciód. Hamarosan változik a helyzet, itt lesznek örömteli események, vagy egy meghívás, itt lesznek találkozások, és ez a mágikus, ez a varázsló azt jelenti, hogy megvan köztetek ez a varázslatos kapcsolat, ez a kisugárzás, jelenthet spirituális dolgokat, itt ez a kép egy kreatív tevékenységet. Amit tanulsz, hogy itt ne vacillálj, hanem hozz komoly, fontos döntéseket, és bíz magadban, bíz ebben a varázslatos kisugárzásban. Június hónap itt látható ebben a sorban. Figyelj oda erre a bokorra, ez olyan, mint egy feldíszített karácsonyfa. Itt vannak az arany érmék, ezek másokra utalnak, az ő szerencséjükre, vagy a tehetségükre, vagy a szépségükre, és te most hajlamos vagy arra összehasonlítani magadat másokkal. De nem szabad, hanem vedd fel a te arany érmédet, ez a tiéd, a te tehetséged, a te tudásod, a te szépséged, és figyelj oda arra is, hogy te sokkal magasabb vagy, mint mások. Uralkodj a helyzet felett, de ne engedd meg, hogy mások uralkodjanak feletted, és parancsolgassanak neked. Itt láthatóak a változások, hiszen elhagyod az egyik partot, van egy új irány, egy új part, egy új lehetőség. Nem látod ugyan, hogy ez hova vezet, de legyen meg a bizalom, hogy minden jóra fordul.
Itt látható, hogy te átnyújtasz valakinek egy arany kelyhet, ami utal a te érzelmeidre, de ez a személy nem veszi ezt észre, nagyon zárkózott. Fordítva is lehet a helyzet, hogy mások közelednek érzelmekkel hozzád, és te vagy zárkózott, mert te ezt nem veszed észre. Vedd kezedbe a dolgokat, és légy bátor, hogy végre előre menjenek az események. Amit tanulsz, hogy ne túloz el semmit, nem kell rohangálni, kell egy kis türelem. Július hónap az itt látható a képen, tehát ebben a sorban. Itt a hold, az jelenti az álmaidat, a vágyaidat, a reményeidet. Itt a főpapnő megígéri neked, hogy ez beteljesül. A hold jelentheti az anyukádat, vagy anyai érzelmeket is. Itt vannak még sebzett emlékek, vágd el ezeket a fájdalmas emlékeket, hogy fel tudj végre lélegezni. Itt a kártyákon láthatóak a kardok, az jelenti a levegő elemét, az utal a kommunikációra is. Fontos most érzelmekről beszélni. Amit tanulsz, hogy legyenek meg a kapcsolatok, legyen egy új irány, legyenek változások, ez lehet egy utazás, lehet külföldi kapcsolat, vagy internet kapcsolat is. Augusztus hónap itt látható ebben a sorban. Állj meg egy pillanatra, és vedd kezedbe ezt az arany érmét. Ügyelj az anyagiakra, vagy gondold át, mit tudsz javítani a munkát, a hivatást illetően. Itt vannak még kihívások, hiszen valaki megbántott téged. Itt harcolhatsz, de nem éri meg, hanem légy inkább visszahúzódó, és figyelj oda arra, hogy mi lelkesít téged. Tehát ne ezekkel a személyekkel foglalkozz, hiszen ha ez áll a középpontban, akkor az ahhoz vezet, hogy ők győznek, és itt nehéz felállni, hiszen kimerült vagy, fáradt vagy, nem tudod hogyan tovább, hiszen megpróbálnak téged megbántani, légy visszahúzódó. Amit tanulsz, hogy legyen meg a hited, higgy önmagadban, higgy a jó Istenben, és akkor jóra fordulnak a dolgok. Szeptember hónap itt látható. Itt ez a személy befele fordul. Itt vannak fájdalmas emlékek a múltból, de azért van a jövő, az a remény. Ez lehet a te tartásod, de azt is jelentheti, hogy a te társad vagy társnőd most úgy visszahúzódik. De lesz itt egy új kezdet, hamarosan rendeződnek itt a dolgok, az anyagiakat illetően, a munkát illetően, vagy ez a párkapcsolat értékes számodra, itt gondol valaki rád a múltból, itt megvannak az emlékek, a szép emlékeket meg kell őrizni, ami fájdalmas, és megjelennek itt a könnyek, azt le kell zárni. Itt a világ utalhat utazásokra, külföldi kapcsolatokra, de jelenti az időt is, hiszen itt megjelennek az évszakok, tavasz, nyár, ősz és tél, az pontosan egy év. Itt valamit tervezhetsz, amit egy éven belül szeretnél megvalósítani. Ez a kép még valamit elárul. Itt van egy idős úr, egy szerelmes pár és egy gyermek. Ennek van szimbolikus jelentése is, utal a múltra, a jelenre és a jövőre. Mindig a jelent kell élni,
akkor is, ha vannak még itt szép emlékek, azokat megőrizni, de a jelennel foglalkozni, mert akkor itt kialakul valami, rendbe tudod tenni a dolgokat. Itt megjelenik ez a király, utal egy férfire, aki figyeli az eseményeket, átnyújtja számodra ezt az arany kejhet, ami jelenti az érzelmeket. Amit tanulsz, hogy itt vannak megújulások, ez olyan, mint egy újjászületés, tehát bíz abban, hogy javul a helyzet, lesznek változások. Október hónap itt látható ebben a sorban. Itt látható, hogy mennyire bizonytalan vagy, de foglald el a helyedet az életben, légy magabiztos, mutasd ki ezt a büszke tartást, uralkodj az arany érem felett. Az jelenti a te értékeidet. Te értékes vagy ahhoz, hogy itt trónolj, hogy elfoglald a helyedet az életben. Amit az érmék még jelentenek, az a föld eleme, tehát reális dolgokról van szó, hogy van nálad egy elképzelés, és azt szeretnéd megvalósítani. Ebben kell bízni, de mielőtt indítasz, búcsúzz el a könnyeknek a mezejétől. Zárj le olyan dolgokat, ami elszomorít téged. Itt lesz egy új irány, egy új kezdet, valaki ott van melletted, segít neked. Akkor is, ha vannak itt még kihívások, amit tanulsz most, hogy fedezd fel ezt a napot. És az azt jelenti, ha úgy képzeled el az életedet, mint egy színdarab, akkor a nap azt jelenti, te játszod itt a főszerepet. És ez a gyermek utal egy új kezdetre, ami sikert hoz neked. November hónap itt látható ebben a sorban. Vannak még ugyan kihívások, de megvan a győzelem. Itt ez a kép mutatja az álmaidat. Ha hiszel ebben, akkor ez az álom megvalósul. Ha nem hiszel benne, akkor ez egy illúzió, nem lesz belőle semmi. Fontos az, hogy válassz ezek közül, a kelyhek közül egyet. Mert nem tudod az álmaidat, mindazt, amit elképzelsz, rögtön megvalósítani, hanem egyiket a másik után. Nézz oda, figyelj oda arra, jelenleg mi fontos számodra. Szeretnél sikert a munkát illetően, vagy a párkapcsolat fontos. Tehát egy álom az, ami most megvalósítható. Ami még fontos, hogy engedj el valamit, hiszen ott ülsz a kincses ládán. Ott a ládában vannak a kincsek, de nem tudod addig kinyitni a kincses ládát, amíg a kezedben fogsz bizonyos dolgokat. Engedd azt el, ami nem olyan fontos, állj fel, nyisd ki a ládát, és ott megtalálod a kincseket. Fontos döntéseket fogsz hozni, és lesznek beszélgetések. Amit tanulsz, hogy ne töpreng olyan dolgokon, ami nyomaszt téged, amitől félsz, hiszen fontos lenne azt, hogy aludni tudj, hogy kipihent magadat, legyen meg a bizalmad. December hónap itt látható ebben a sorban. Úgy érzed, hogy kötve van a kezed, és nem tudsz lépéseket tenni. De nem így van, hiszen itt irányítod ezt a lovas hintót, és itt a botok jelentenek különböző irányokat, különböző lehetőségeket. Ha mindenütt ott akarsz lenni, akkor az nem sikerül, akkor vannak tényleg itt korlátozások. Próbálj meg nemet mondani másoknak. Az a fontos, hogy az legyen az irány, ami számodra értékes, amit te most elérni szeretnél.
és vedd kezedbe ezt az arany érmét, mert ez mutatja neked az értékeket, a belső értékeket is. Itt megjelenik Justícia istennő, itt vagy egy bírósági dologról van szó, ahol most előre mennek az események, te nem tudod ezt befolyásolni, mert mások fognak dönteni, vagy ez a kép jelentheti azt is, hogy benne vagy egy bizonyos helyzetben, ami megbánt téged, amikor úgy érzed, ez igazságtalan. De ne ezzel törődj, hiszen ez lehet egy kihívás, hanem irányítsd más irányba a dolgokat, és amit tanulsz, hogy bízz ebben a szerencse kerékben, a sors kerekében, hiszen a sors utad más irányba fordul majd, és itt lesznek sorsdöntő döntések, sorsdöntő találkozások, sorsdöntő változások. Te irányítod az eseményeket. És ez volt a felvétel egy jóslás 2023-ra. Kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!